Tehát képzeld el, hogy te vagy a Johnson & Johnson az 1950-es években. Már közel 100 éve működő egészségipari vállalatként ismernek. Az egészségügyi szektor bajnokaként tekintenek rád, hiszen te ajándékoztad meg a világot olyan életmentő eszközökkel, mint a septapasz és a paracetamol tabletta, valamint olyan forradalmi újításokkal, mint a könnymentes babasampon. Bár ezek a termékek ártalmatlannak tűnnek, te jól tudod, hogy a vállalatod, amely ezeket gyártja, korán sem az. Gondolok itt a babahintőporra. Arra a fehér poros cuccra. Ismered, ugye? A legtöbb babahintőpor, beleértve a Johnson & Johnson népszerű termékét is, főként talkból, vagyis zsírkőből készül. Hogy miért? Mert a zsírkő kellemes tapintású. A világ egyik legpuhább anyagaként, főleg magnéziumból és szilikátból áll, és tartalmaz vizet és oxigént is. Ha a por vagy púder formájában alkalmazzák a bőrön, a talk, idézem a Johnson & Johnson honlapján található leírás szerint, bőrsimító és nedvszívó hatású. Viszont van egy komoly probléma. Rákot okoz. De hogy igazságosak legyünk, nem maga a talk a fő probléma, hanem az a fránya azbeszt. Igen, hallottál már róla. Az azbeszt egykor népszerű építő anyagként volt ismert. Nagyon hírhedt egy figura, de később bebizonyosodott, hogy többek között tüdő és petefészek rákot okozhat. A talk és az azbeszt nagyon jó barátok. Kéz a kézben járnak, így ahol talk van, ott gyakran azbeszt is található. Az amerikai élelmiszer és gyógyszerügynökség szerint az azbeszt gyakran szennyezi a talkot. Logikus lenne, hogy ha zsírkövet használunk a babahintőpor készítéséhez, akkor eltávolítjuk belőle az azbesztet, nem? Főleg, ha babáknak szálljuk. De a te véleményed szerint, ez egy szürke zóna. És amit a nyilvánosság nem tud, az továbbra is megveszik. És ez a titok annyira jól sikerült neked, hogy egészen 2018-ig sikeresen el is rejtetted. Hogyan süllyedhettél le az angyali imástól a pokoli bugyok mélyéig? Mi történt a háttérben? Szándékos ármány vagy szörnyű tévedés? Hogyan engedhetted, hogy veszélyes termékek kerüljenek az ártatlan fogyasztók kezébe? És milyen árat kell fizetniük a gyanútlan fogyasztóknak? Ahhoz, hogy választ kapjunk ezekre a kérdésekre, egészen 1886-ig kell visszautaznunk. A vállalkozást eredetileg három Johnson testvér alapította. Robert Wood Johnson, James Wood Johnson és Edward Mead Johnson. Még mielőtt létrehozták volna a Johnson & Johnson vállalatot, Robert már rendkívül sikeres vállalkozó volt, és saját cégét a Seabury & Johnson vezette, amely steril sebészeti felszereléseket gyártott. 1878-ra a cég havi 10 000 dolláros nyereséget termelt, ami a mai értéken számolva mintegy 300 000 dollárnak felel meg. Robert tehát már a kezdetektől fogva a sikerútját járta. Azonban az idők során nézeteltérések támadtak a testvérek között, és Robert végül is elhagyta a vállalatot. Testvérei is rendelkeztek saját tudással és tapasztalattal, így a Johnson & Johnson megalapítása számukra könnyedén ment. Így robbantál be a piacra 1886-ban, 14 munkavállalóval, és indítottad útjára az azonnal használható sebészeti kellékeket gyártó termékpalettádat. Ezek voltak a Johnson & Johnson kezdeti lépései. Az évek során agresszíven bővítetted termékpalettádat, és meghatározó szerepet töltöttél be a sebészeti iparban. A világ első steril sebészeti termékeit, beleértve a steril varratokat, pamutot és gészt, te vezetted be és állítottad elő. 1894-ben bemutattad a jól ismert babahintőporodat. Ekkor mindössze 8 éves volt a vállalat, de már 400 embert alkalmaztál, 14 gyáregységben működtél, és a neved szinte egybefort a minőséggel. De nem csak egy szimplán sikeres, hanem magas szintű etikus értékeket képviselő vállalatként is ismertek. Te voltál az, aki a spanyol-amerikai háború alatt 300 000 sebészeti kötszert ajándékozott. Te voltál az, aki az 1900-as Galvestoni hurrikán és az 1906-os San Franciscói földrengés után jelentős támogatást nyújtottál, valamint az 1901-es himlőjárvány idején finanszíroztad minden alkalmazottad oltását. És a nagy gazdasági válság alatt sem bocsátottál el senkit. Sőt, még 5%-kal meg is emelted a béreket. Már abban az időben aktívan támogattad a nők munkaerőpiaci részvételét, amikor még a többi cég nem is gondolt erre. Ez az etikai és közösségi elkötelezettség volt az, ami vezérelt az alapítástól kezdve.
De hogyan váltál egy ilyen innovatív és nagylelkű vállalatból a mai, sokak által bírált szörnyeteggé? Nos, a változás a testvérek eltávozásával indult. Robert 1910-ben, James 22 évvel később, Edward pedig 1934-ben hunyt el. Az utolsó alapító halála után mindössze 10 évvel, 1944-ben kerültél a tőzsdére, ami sokak szerint az erkölcsi hanyatlásod kezdetét jelentette. Azonban nem válhatsz egyik napról a másikra erkölcstelenné. Végül is a testvérek gyermekei menedzseltek, akik ugyanazokat az értékeket és alapelveket képviselték, mint az alapítók. Valójában, amikor a vállalat tőzsdére került, Robert fia, Robert Wood Johnson II írt egy etikai irányelveket tartalmazó könyvet Credo címmel. Ez a dokumentum felvázolta, hogyan születtek döntések a vállalatnál az elmúlt 60 év során, és hogyan kell továbbra is döntéseket hozniuk a jövőben. A Credo lényegében azt tanácsolja a vállalat vezetőinek, hogy az általuk kiszolgált emberek szükségleteit és jólétét helyezzék a profit elé. És úgy tűnik, hogy ez nagyon is jól működött. Egy tökéletes példa erre a chicagói Tylenol halálesetek. 1982-ben 7 ember halt meg röviddel azután, hogy a paracetamol tablettáit kikerültek a polcokra. Kiderült, hogy valaki levette a Tylenolt a polcokról és ciánnal szennyezte be, majd visszatette azokat. Miután erről értesültél, habozás nélkül visszahívtad az összes 31 millió Tylenolt az üzletekből és új, manipulálásbiztos csomagolással helyettesítetted. Ezt az azonnali intézkedést világszerte példaértékűnek tartják a vállalati kríziskezelésben. De az idő múlásával egyre inkább eltávolodtál ezen magas sztenderdektől, kezdetekben itt-ott elkövetett kisebb szabálysértésekkel. Ennek tökéletes példája a Rispedál illegális piacra való bevezetése. Ha nem ismered a Rispedált, egy antipszichotikumról van szó, amelyet skizofrénia, biporális zavar és az autizmus okozta ingerlékenység kezelésére használnak. A Rispedál az évek során sok ember számára fontos volt, de mint minden gyógyszer mellékhatásokkal jár, és nem mindenki számára alkalmas. Ezek közé tartoznak az idősebb felnőttek, akiknél demencia okozta pszichózis fordul elő. Ez már teljesen világos volt, amikor a gyógyszer 1994-ben engedélyezést kapott az FDA-tól. Mégis pénzt fizettél az Omnicare-nek, az idős otthonok legnagyobb gyógyszeripari beszállítójának, hogy népszerűsítsék a Rispedált. És ez a húzásod csak 2010-ben derült ki, amikor egy kiszivárogtató leleplezett téged. Ezért a gusztustalan viselkedésért járó büntetés mindössze 2,2 milliárd dollár volt. Összehasonlítva ezt azzal, hogy évente 20 milliárd dollárt profitálsz, ami azt jelenti, hogy ez a büntetés egy kicsivel több, mint egy hónapnyi profitot. Azonban ez csak a jéghegy csúcsa. Külföldi vesztegetésekkel is összefüggésbe hoztak. Kiderült, hogy kenőpénzt adtál orvosoknak Görögországban, Lengyelországban, Romániában és Irakban üzletek és szerződések megnyerése érdekében. És a büntetésed mindezért mindössze 78 millió dollár. Ezen kívül rendkívül agresszívan léptél fel a szabadalmak védelme érdekében. Amikor orvosi eszközök és gyógyszerek szabadalmairól beszélünk, több száz millió vagy milliárd dollárt kell befektetned, így érthető, hogy nem akarod, hogy azonnal lemásolják őket a piacra dobás után. Ami viszont érthetetlen az az, hogy megpróbáltad megakadályozni az amerikai Vörös Keresztet abban, hogy a Vörös Kereszt jelzést használják. Ugyanis valójában te birtoklod a Vörös Kereszt szimbólum védjegyét, és 2007-ben beperelted az amerikai Vörös Keresztet, hogy hagyja abba a jelzés használatát. Igen, ez elég gáz. Erről nem is kell többet mondani. Miközben ezek az ügyek önmagukban is elfogadhatatlanok, úgy tűnik a háttérben még komolyabb problémák húzódnak. Aztán jött 2018. december 11-e. Az a dátum, amely bombaként robbant, és nem csak az orvosi közösséget, de az egész világot megdöbbentette. Egy Reuters által közzétett cikk a nyilvánosság elé tárta Darlene Cocker, egy többnyermekes anyuka valóságos horror történetét. Darlennél mezoteliómát állapítottak meg, egy olyan rendkívül agresszív daganat típust, ami a mezoteliumnak nevezett vékony szövetrétegben alakul ki és rendkívül ritka. A mezotelium néhány testrészünket borítja és természetes kenőanyagot termel, ami lehetővé teszi a szervek sima mozgását egymáson belül.
A mezotelióma leggyakrabban a tüdők körül lévő pleurában alakul ki, de megjelenhet a hasüregben, a szívben és a herékben is. Legfőbb kockázati tényezője az aszbesztek való kitettség. Amikor az aszbeszt rostokat belélegezzük vagy lenyeljük, beépülnek a test szöveteibe, ami hosszú távú gyulladást és sejtkárosodást okoz, végül a betegség kialakulásához vezet. Tehát amikor Darlene megtudta, hogy olyan rákja van, ami a tüdő és más érzékeny szervek finom szöveteire hat, elkezdte keresni a válaszokat, és mi más babotlik, mint a te gigászi mi voltodba. Felfedezte, hogy évtizedek óta ugyanazt a nálad biztonságosnak titulált babaport használta, amely most a halálos diagnózisának forrása. Herschel Hobson, a rák elleni harcban Darlene mellé szegődött ügyvéd, gyorsan azonosította a főgyanúsítottat, ami nem más, mint a Johnson & Johnson ikonikus babahintőpora. Ám amikor a szörnyű igazság végre felfedezésre került volna, minden trükköt bevetettél, hogy elkerüld a felelősségre vonást. Na, kitalálod? Hát persze, a Darlene hazudik kártya a legjobb húzás az ilyen szituációkra. De ahogy a többi sztori egyre jobban kibontakozott, Darlene rájött, hogy a bizonyítékok hiánya miatt esélye sincs a birodalmat megdöntésére. Hobson hiába gyártotta a kérvényeket a talk teszt eredmények betekintésére. Az évek során azok a falak, amelyeket saját védelmedre húztál fel, túl magasnak bizonyultak ahhoz, hogy az átlag emberek bevegyék azokat. Szegény Darlene kimerült, nyilván nem csak a jogi harcoktól, és 2009-re a betegség legyűrte. Így te büszkén gondolhattál arra, hogy megvédted magad. De az idők változnak, és a talaj egyre forróbbá vált számodra. 2019-ben fel kellett tárnod azokat a titkos dokumentumokat, amelyeket évekkel korábban Darlene előre elrejtettél. Mi változott meg? Nos, egy emberrel még el lehet játszadozni. De amikor 40 ezer ember lesz belőle, és közülük jó néhány nő, akik azt állítják, hogy a termékeid okozták náluk a petefészek rákot, nos, akkor a dolgok kissé bonyolultabbá válnak. Valószínűleg téged ez nem lep meg, de a dokumentumok igazi felfedezést tartogattak. Úgy tűnik, hogy nagyon is jól tudtad, hogy a jó öreg babahintőpor aszbesztet tartalmazhat. A Reuters cikke szerint független laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy a terméked már 1957-ben is aszbesztet tartalmazott. De persze a belső aszbeszt tesztjeid negatívak voltak, és erre jó okod is volt. Mivel okosan, a talknak csak egy igen kis részét teszteltetted valójában, és így a hiányos tesztelési módszerek lehetővé tették a szennyeződések kis mennyiségeinek bekerülését a termékekbe észrevétlenül. Sőt, ami még rosszabb, az élelmiszer és gyógyszerügynökséget sem értesítetted róla. Ez különösen ijesztő, mert sem a WHO, sem más globális egészségügyi hatóság nem tekinti biztonságosnak az aszbeszt bármilyen szintű előfordulását, még nagyon kis mennyiségeknél sem. Nem lehet a világ első számú gyógyszeripari vállalatává válni anélkül, hogy ne tanultál volna valamit az önvédelemről. Így az ügyvédek új stratégiára váltottak, és azt kezdték hangoztatni, hogy nem maga a talk a ludas, hanem annak aszbeszt tartalma, ami a gondot okozza. Ráfogtad a halálos anyagra, ami eleve a bűnös, nem pedig a talkra magára. Okos húzás, ugye? És ahogy várható volt, működött is a taktika. Olykor a bíróság a károsultaknak adott igazat, és ekkor milliárdokat kellett csengetned kártérítésekre. De voltak esetek, amikor a bíróság elutasította a kártérítési igényeket, vagy nem tudtak döntést hozni. Egy alkalommal egy St. Louis-i bíróság 4,7 milliárd dollár kifizetésére kötelezett téged. Ez hatalmas összeg az átlagember számára, de egy olyan vállalat, mint te, aki csak tavaly 95 milliárd dollárt kaszált, csíkzsebből kikapja. Úgy tűnt, megúsztad a botrányt. Vállaltad, hogy kifizeted a bírságot, és visszahívod a halálos hintőport. De ne higgye senki, hogy te ezt így, ennyiben hagyod. Egy zseniális manőverrel próbáltad elkerülni a milliárdos kártérítések kifizetését. Ha nincs miből élni, akkor nem is kell, gondoltad. Így jött az ötlet, a texasi kétlépéses, egy jogi trükk, amivel a vállalatok ketté választhatják a vagyonaikat és adósságaikat. Létrehoztál egy új vállalatot, LTL néven, aminek csak két feladata volt. Magára vállalni az aszbeszttel kapcsolatos peresügyeket, majd csődbe menni. Zseniális, nem? Te megmentetted a milliárdjaidat, és az LTL pedig maradt az adósságokkal.
Szóval, ha azt hitted, hogy megtisztulsz és megváltozol, akkor nagyon tévúton jársz. Mert úgy szögdelsz a törvények között, mint egy profi balettáncos, és eközben milliárdokat teszel zsebre. Sőt, ne felejtsük el, hogy még a Reuters hírügynökséged is megpróbáltad megakadályozni abban, hogy nyilvánosságra hozza a fent említett cikket. Tehát a fantom visszahívásoktól a toxikus baba samponokig és a megtévesztő termék címkékig a bűnlanstromod folyamatosan növekszik. Ahogy a világ megküzd ezekkel a leleplezésekkel, azon tűnődünk, megbízhatunk-e valaha újra ebben a gyógyszeripari óriásban. Ezekkel a videókkal mélyebbre ásunk és feltárjuk, hogy az elit milyen gondolkodásmódot követ és milyen titkokra bukkanunk, amelyeket az elit sosem fog megosztani. Az emberek többsége sosem fogja ezt a tudást megszerezni, nem fogják hallani szüleiktől, barátaiktól vagy tanáraiktól. Mi azonban készen állunk a tények felderítésére. Ebben a videóban feltártuk a Johnson & Johnson vállalat szerepét súlyos egészségügyi problémák kialakulásában. Alapvető, hogy felismerjük, ezek a cégek nem csak profitra törekszenek, de az egészségünkért és jólétünkért is felelősséget viselnek. Az információk megosztása és a közösségi tudatosítás alapvető eszköze annak, hogy a cégek nagyobb felelősséggel járjanak el. A változás elérése csak közös erőfeszítéssel lehetséges. Bár egyéni lépéseink aprónak tűhetnek a nagyvállalatok méreteihez képest, együttes erőnkkel komoly változásokat idézhetünk elő. Hálásak vagyunk, hogy részt vesztek ebben a diskurzusban, és bízunk abban, hogy együtt haladunk az etikus üzleti gyakorlatok és a vállalatok elszámoltathatóságának erősítése felé.